több szempontból is módosul a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésének folyamata március 15-től. A kormány fontosnak tartja, hogy a magyarok minél kevesebb adminisztratív teher mellett igényelhessék a csokot, így az eddigi tapasztalatok alapján megreformálta a rendeletet. A csok népszerűségét jelzi, hogy eddig 68 ezer család, 280 ezer ember tudta már igénybe venni 189 milliárd forint összegben. Március 15-től áttekinthetőbb és gyorsabb lefolyású lesz a 2015. július 1-től bevezetett egyösszegű, visszanemtérítendő lakáscélú támogatás igénylése a családok számára. Novák Katalin család és ifjúságügyért felelős államtitkár sajtótájékoztató keretében a CSOK rendelet módosításainak pontjait ismertette február 28-án. Az egyik legfontosabb az az egyszerűség, a nyilatkozati elvnek a bevezetése. Ez annyit jelent, hogy a korábbi sok papírhoz képest sokkal kevesebb dokumentumra lesz szükség ahhoz, hogy a csokot igényelni tudják a családok. Ez annyit jelent, hogy egy egész egyszerű esetben akár 5 dokumentum is elég lehet ahhoz, hogy a csokigénylés leadják a pénzintézetnél, és ez az 5 dokumentum sem bonyolult, ez a személyigazolvány, a lakcímkártya, az adókártya, TB jogviszony igazolás, illetve az adásvételi szerződés, vagy az építési napló építkezés esetén. Novák Katalin hangsúlyozta, a családi otthonteremtési kedvezményre vonatkozó változtatásokat az eddigi tapasztalatok, valamint az igénybevevők visszajelzései alapján hozták meg. Ebből kifolyólag az érintettek körét is kibővítik, így a csokot a külföldről hazatérő családok is igénybe vehetik majd. A jelenlegi szabályozás értelmében, hogyha a 3 gyermek után járó 10 millió forintos csokot igénybe szeretnék venni, akkor ehhez az kell, hogy hazaköltözzenek Magyarországra, legyen 180 napnyi társadalombiztosítási jogviszonya valamelyik szülőnek, és ezt követően tudják beadni a csok iránti igényüket. Ezt változtatja most meg a szabályozás, és tesszük azt lehetővé, hogy beszámítsuk a külföldön megszerzett társadalombiztosítási jogviszonyt, tehát hogyha valamelyik szülő külföldön dolgozott, akár csak az egyik szülő külföldön dolgozott legalább 180 napot, és ezt tudja igazolni, akkor úgy is tudják igényelni a csokot, hogy akár már rögtön a csokkal támogatott otthonba fognak beköltözni. Azt kell vállalniuk, hogy majd Magyarországon is fog valamelyikük TB jogviszonyt létesíteni a rákövetkező 180 napban. A család és ifjúságügyért felelős államtitkár elmondta, az otthonukat bővítő családoknak is szeretnének segítséget nyújtani, így a már folyamatban lévő építési munkálatokra vonatkozóan is igényelhetővé válik a támogatás, a költségvetés eddigi 50%-a helyett, akár a teljes kiadás erejéig. Mindemellett a kérelem elbírálási idejét is módosítják. A bankok számára előírunk egy ügyintézési határidőt. Nem szeretnénk azt, hogy azt tapasztalják az érintettek, a családok, az igénylők, hogy leadják a csok iránti igényüket, és utána akár több hónap is eltelik addig, amire megkapják a támogatást, vagy egyáltalán döntést hoz róla a pénzintézet. Éppen ezért a bankok számára előírunk egy lakásvásárlás esetén 30 napos, építkezés esetén 60 napos elbírálási határidőt. Novák Katalin kiemelte, március 15-től a kedvezmény kérvényezéséhez a banki szempontból hitelképtelen fiatalok bevonhatják adóstársnak a közeli rokonaikat. A támogatási keret felülről nyitott, így minden család számára elérhető lesz a jövőben is. Az államtitkár hozzátette, még eddig csak az új lakás vásárlása esetén kérhették a csokot az érintettek, a módosítás hatályba lépését követően azonban azok is, akik már rendelkeznek ingatlannal. A használt ingatlanok vásárlása esetén is, illetve minden csok támogatás esetén eltöröljük a tulajdon jogra vonatkozó korlátozást. Ez annyit jelent, hogy attól függetlenül, hogy az igénylőknek, a családnak a tulajdonában van-e már ingatlan, ettől függetlenül tudnak csokot igényelni egy újabb ingatlannak a vásárlásához, akkor is, hogyha ez egy használt ingatlan, akkor is, hogyha új, akkor is, hogyha építkezésről van szó, tehát a tulajdoni korlátot ebben a tekintetben eltöröltük. Változik az áfa visszatérítés szabályozása is. Eszerint mindenki, aki építkezik és 27%-os áfa kulcsos számlát nyújt be, 5 millió forintig igényelheti az adó visszatérítést. Ezt a lehetőséget kiterjesztik továbbá a nyugdíjasokra, valamint a nyugdíjszerű ellátásban részesülőkre is.